Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Badacsony Tördemicen helyi gyermekek előadásával és a Tördemici Néptánc Együttes műsorával emlékeztek a Hősök emlékkertjében. Kiemelt jelentőségű volt, hogy a 2020-ban felállított 1848-49-es emlékművet idén tudták először megkoszorúzni, hiszen a korábbi években a pandémia miatt elmaradtak az ünnepségek. Anyám, anyám, kedves, édes anyám, de szomorú vasárnap délután, házunk előtt elhaj szépen muzsikálnak, engemet pedig visznek katonának. Badacsony Tördemicen helyi fiatalok előadásával emlékeztek a 48-as, 49-es szabadságharcra. A polgármesteri hivatal előtti Hősök kertjében gyűltek össze a település lakosai, hogy fejet hajtsanak a nemzeti hősök előtt. A pandémia következtében a szabadságharc tiszteletére 2020-ban állított emlékművet idén koszorozhatták meg először nyilvánosan a település lakóival. Badacsony Tördemic polgármestere Horváth Zoltán egy Petőfi Sándor költeménnyel kezdte ünnepi beszédét. Magyar vagyok, büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem. Egekbe nyúló kősziklát lát, nagy tetteidet, bajnok nemzetem. Petőfi Sándor 1847. februárjában vetette papírra ezeket a sorokat. Alig több, mint egy évvel később, 1848. márciusában a nemzet egy újabb, egekbe nyúló kősziklát emelt. Azóta, mi magyarok, éljünk bárhol a világban, minden év március idusán összegyülekezünk, hogy a költő szavaival élve áttekintsünk a múltnak tengerén, és szemünkkel azt a bizonyos kősziklát keressük. A mi feladatunk és a mi felelősségünk az 1848-as eseményekkel kapcsolatosan az emlékezés. Most arra kérek mindenkit, hogy a nemzet hőseivel együtt ma emlékezzünk településünk hőseire is, akik részt vettek a forradalomban, majd az azt követő szabadságharcban. Az ünnepségen felcsendültek 48-as katonadalok, többek között a Kossuth induló is, helyi fiatalok előadásában. Esik az eső, ázik a heveder, gyöngyöl lábomat, szorítja a kengyel, bársony lekötés, szorítja lovamat, nehéz karabé, nyomja a vállamat. Megjött a levél, fekete pecséttel, megjött a muszka, százezer emberrel, 400 ágyúval áll a harc mezein, így hát jó anyám, elmasírozok én. Navracsics Tibor, parlamenti képviselőjelölt, kameránk előtt elmondta, miért fontos, hogy a kisebb településeken is megemlékezzenek a szabadságharc hőseiről. Egy nemzeti ünnep mindig jó alkalmat ad arra, hogy egy közösség összejöjjön és közösen emlékezzen az elődökre, akármilyen kicsi településről van szó, hiszen az ott élőknek fontos, hogy ápolják a hagyományokat. Ráadásul 1848-nak kapcsolatban szinte minden településnek van valamilyen története. Vannak honvédjei, tisztjei esetleg, vagy valamilyen történet, vagy adott esetben népdalok még, amik 48-ról szólnak, vagy 48-ból származnak. Éppen ezért minden, a legkisebb település is tud olyan 48-as megemlékezést tartani, ami saját, autentikus és az övék, és ez erősíti a közösség éltető erejét is. A megemlékezés szervezője Szántai Attiláné elmondta, hogyan készültek az ünnepségre? Hát úgy készültünk, hogy nekünk is vannak hőseink, 48-as hőseink, sőt kiemelném dr. Pados János tábori lelkészt, aki itt is van helybe eltemetve.
őre mi különösen jó szívvel emlékezünk, mivel annó örökségként ő hagyta ránk azt az ingatlant, amiben jelenleg is az óvodánk is működik. És hát ugye, hogy így a hagyományőrzést tartsuk, leginkább a gyerekek, iskolások fognak szerepelni, tehát nálunk ezen van a hangsúly, hogy ezáltal is, ezen keresztül is ismertessük hagyományainkat, és őrizzük közösen hagyományainkat. És önnek mit jelent március 15? Hát nekem, amit szerintem minden magyarnak, a szabadságot. A magyarság szívéből nem lehet kitépni a szabadság és a függetlenség iránti vágyat. Hangzott el Navracsics Tibor, parlamenti képviselőjelölt beszédében, aki a szabadság fontosságáról is szót ejtett. 1848. március 15-én nem csupán egy új nemzedék lépett a politika színpadára, hanem hozták magukkal az azt megelőző évtizedek reményét, törekvését és minden erőfeszítését a Magyarország függetlenségéért és szabadságáért. Hiszen a legtöbb, amit egy nemzet elérhet, a legtöbb, amiről egy nemzet álmodhat, az a szabadsága, amikor saját maga ura, saját maga dönthet a dolgairól, a jövőjéről, a berendezkedéséről, azokról az elvekről, amelyek mentén élni akar. Ezért ünnepeljük március 15-ét a legnagyobb nemzeti ünnepeink között, hiszen arról a magyar szabadságról szól, amely lehetővé teszi, hogy az egész nemzetünk és annak minden tagja emberhez méltó életet éljen. Hogy nemzetünk maga dönthessen a saját dolgairól, maga választhassa meg vezetőit, és maga dönthessen a jövőjéről is. Ezért is akarták sokan elvenni tőlünk a szabadságot. Ezért is tiporták vérbe 1849. augusztusában a magyar szabadságharcot. Ezért is próbálkoztak mindennel idegenhódítók és belső hazaárulók, hogy megcsorbítsák a magyarság életerejét. 1848-tól 1956-ig bezárólag. De éppen ez a 100 év, ennek a 100 évnek a lankadatlan küzdelme bizonyítja azt, hogy a magyarság szívéből nem lehet kitépni a szabadság és a függetlenség iránti vágyat. Legyen szó osztrákról, ottomárról, vagy éppen oroszról, a magyarok mindig megőrizték a szabadság iránti vágyukat, és mindig készek voltak arra, hogy akár az életüket áldozzák a szabadságért és a függetlenségért. A megemlékezésen a Tördemic Néptánc Együttes is helyet kapott, akik tiszteletüket tették táncukkal. Thank you.